Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit a 2024-es esztendő második kedjén, január 16-án 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a Victoria Rehabilitációs Központba, ahol folytatódott a Kett csinálok Kultúrmix, majd köszöntjük a Szabad Színház otthonát, az idén 10 éves igézőt, végül pedig két anyagban bemutatjuk a 200. születésnapját ünneplő székesfehérvári református egyházközséget. Tartsanak velünk! Folytatódott a Kett csinálok Kultúrmix, a Victoria Rehabilitációs Központban dalokkal és érdekes beszélgetésekkel várták a jótékonysági est vendégeit. Remek hangulatú évadnyitóval köszöntötte az új évet a Victoria Pódium Kett csináló Turmix kulturális programsorozat, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult. A város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Lassan évfordulóhoz érünk, ugye márciusban indítottuk el a sorozatot. Én azt gondolom, hogy beváltotta a reményeket, talán túl is szárnyalta ez a rendezvény. Nekem, hogy most már egy kicsit tudatosabban figyelem azt, hogy mi is történik a városban, kulturális fronton, illetve hogy keresem a szereplőket, résztvevőket, is nagyon kellemes meglepetés, hogy milyen sokszínűség van itt a városban. És meg kell, hogy mondjam, hogy van egy lista azokról, akik majd szóba kerülnek, mint szereplő, és hát nagyon izgalmas lista ez. A mai nap is különleges, hiszen ez az esztendő első találkozója. Azt hiszem, hogy sikerült olyan vendégeket meginvitálni, akik a saját műfajukban fantasztikusak. Remélem, hogy tetszeni fog a közönségnek. Rendhagyó módon nem a hónap első kedjén tartjuk, hiszen az túl közel lett volna az ünnepekhez, de remélem, hogy ez azért nem tántorítja el a közönséget. Megnyitott követően egy fiatal és rendkívüli tehetséggel megáldott páros, Hegyi Dóri Onódi junior Artisius díjas énekes zenész dalszerző és Tóth Kristóf gitáros dalszerző ízigvéri kortárs gondolatokkal megénekelt dalokkal köszönt be a közönségnek. Székesfehérvár az otthonom, itt nőttem fel, nagyon szeretek ide visszajárni, ismerem a közönséget, a szervezőket, és ezért szívem csücske most ez a koncert, hogy erre lehetőséget kaptunk. Hoztam dalokat, beszélgetés is lesz, arról fogunk beszélni, hogy milyen utat jártam be eddig, mik a célkitűzéseim. Úgy tudom, hogy erről fog szólni a ma este. Védője áldott világából, békéből, csendből, súlytalan test melegségből érkezett, véres nyálkáson.
A fény elvakította, Istentől elhagyotta a sírt. Remegett pici nyelve, parányi keze ökölbe szorult. Az est vendégeként Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke, a mai magyar költészet egyik meghatározó személyisége visszatekintésében verseivel megidézte gyermek és fiatalkorát, és azt a veretes életutat, amelynek köszönhetően Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgáraként megkerülhetetlen alakja városunk kulturális életének. Nagy megtiszteltetésnek érzem, és hát végtelen tisztelettel a főorvos úr missziója iránt, mert hát ez tényleg egy misszió, amit ő itt művel. Hát arra kért engem, hogy a verseimből olvassak föl néhányat, mert meglátjuk, hogy mennyit, és hát három részben fogom ezt megtenni a kérése szerint. Itt természetesen szó lesz az életemről, a többek között, ahogy mondta, kérdezni fog a Vörös Marti Társaságról, a Dóni ügyekről, és a nem sokára ránk bekövetkező január 12-éről az áttörés évfordulójáról. Tehát van miről beszélni, állok elébe nagy boldogan, és még egyszer mondom, ez egy nagyon tiszteletre méltó misszió, és persze, hogy nagy örömmel jön az ember, azzal együtt, hogy természetesen izgulok, mint mindig. Az esten a vendégek ismét megcsodálhatták Juhász Katalin foltvarról és patchwork készítő műveit is. Az est megerősítette, hogy a mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál, a támogatásokat pedig az esten befolyt teljes összeggel az alapítvány a központ fenntartására fordítja. Tizedik születésnapját köszönti az Igéző, a Szabad Színház főutcai otthona. A jubileumon színes, változatos programokkal várják a színházbarátokat. 2014. január 6-án, 10 esztendővel ezelőtt három királyok ünnepén vízkeresztkor nyitotta meg kapuit az Igéző, a Szabad Színház új közösségi központja. Az eltelt időszak bebizonyította, hogy a főutcai közösségi tér a fehérvári kultúra egyik kiemelten fontos talpontja. Színház, bábszínház, irodalmi estek, dia- és filmvetítések, audiovizuális esték, interaktív családi foglalkozások, kreatív energiák, élmények központja, tudományos előadások, közéleti fórumok, kreatív műhely, egészségnevelő programok és tréningek, az Igéző programjainak tárháza a főutcán. Az elmúlt esztendőben volt 65 éves a Szabad Színház, idén pedig az immáron egy évtizedes új otthonban köszönhetjük őket. Amikor 10 évvel ezelőtt idejöttünk, és kiírtuk, hogy itt január 6-án vagy januárban színház nyílik, akkor rengeteg ember benyitott, amíg itt takarítottunk, rendezkedtünk, és kifejezte abbéli örömét, hogy egy bank helyett végre egy független kis színház lesz, és nagyon érdekes volt, hogy rögtön nemzetközi kapcsolataink is lettek, ugye még talán a nézők számára emlékezetes a Schweik unokája, akit magától a fordítótól kaptam meg annak idején ezt a darabot, és még élt Égi Tamás, aki megnyitotta a cseh napokat, és nemzetközi napokat is csináltunk, lengyel napot, cseh napot, német napot, voltak itt a Schwäbisch-Gmündi testvérvárosból is, és ezek mind-mind nagyon sikeres programok voltak, és hát azt bizonyították ezek a ide látogató turisták, illetve delegációs tagok is, hogy azt mondták például csehek, hogy ez olyan, mint egy kis prágai színház, szóval mindenki hasonlította, vagy próbálta hasonlítani valamihez. Nagyon-nagyon megszerették a székesfehérváriak, próbáltunk olyan beazonosítható arculati elemeket, tartalmakat is az Igézőben megvalósítani, amelyek a mai napig jellemzők, ilyen például a mese, volt olyan, hogy azonos színű festéket kerestünk faljavításra a festékboltba, és akkor mondtuk, hogy az Igézőnek kell, akkor azt mondták a festékboltba, ja, a hely, ahol mesélnek, és akkor hát megérkeztünk, vagy például a taxisokat én kiszoktam kérdezni, hogy tudják-e, hogy hol van az Igéző, és rögtön az első évben, amikor Budapestről jöttek pont az egyetemről vendégek,
hozzánk, meg jött csíkszeredei csoport, mert ahol én tanítottam, ott a csíkszeredei egyetemmel volt kapcsolat, és ők is taxit használtak, és egyből tudta a taxis, hogy hova kell jönni. Szóval ezek mind-mind olyan szép emlékek, amelyek megdobogtatják az ember szívét. Ma már kijelenthetjük, hogy az igéző a fehérvári kulturális élet egyik talpontja mindenképpen, és nem csak a színházokán, hanem számtalan olyan kulturális rendezvénynek adtok otthont, amely azt hiszem, hogy előre viszi mindazt, amit szeretnénk megvalósítani. Igen, igen. Hát nem csak színházi előadások vannak, hanem közösségi események is, gyermekeknek szóló közösségi események, illetve olyan dolgokat is tervezünk az idén is, ami egy tudományos ismeretterjesztő kategóriába tartozik. Tehát a közművelődésnek egy olyan területére is evezünk, amiből kevés van. És ebben nagy segítségünkre vannak természetesen a partnereink, azok a kulturális és civil szervezetek, akik szintén a városban működnek, nagyon gyakran keresnek meg bennünket ötletekkel, és azt gondolom, hogy ez mind-mind egy kreatív hálózatosodás felé visz. Nyilván az alap a színház, ugyanakkor most a 10 éves évfordulón is számtalan olyan programot terveztetek, ami azért azt hiszem megdobogtatja a színházbarátok szívét. Igen, igen, a színházbarátok számára nagyon kedvezően alakult a január. Azt lehet mondani, hogy egy előadás kivételével telt házasak a felnőtt előadásaink, a gyerek előadásukra még van hely, és a hónap végi emigránsokra is van hely, de tulajdonképpen a többi előadás teljesen teltházas, viszont ezeket az előadásokat, ezek sikerdarabjaink, a Borbély László kikötői legendája, vagy akár a Mesteremberek, vagy talán sikerül felújítanunk a Káoszt, akkor ezeket majd láthatja a közönség a következő hónapokban, tehát februárban, márciusban, és hát ami nagy újdonság lesz, hogy ha emlékeznek a székesfehérváriak, Lázár Ervin, Lázár Zsófi Bogár kalandjával nyitottuk az igézőt, egy gyerekelőadás volt, és hát ez egy varázslatos előadás, én nagyon-nagyon szeretem, és most úgy döntöttünk, hogy ezt újra megcsináljuk, de hát mindenki tudja Fehérváron, akinek gyereke van, hogyha azt mondom, hogy bogárkaland, már holnap vagy 4 óra múlva telt házban, szóval ezeket az előadásokat azért úgy kell tervezni, hogy kellő számú legyen, de természetesen emellett készülünk játékokkal, új előadásokkal, az évadtervnek megfelelően haladunk, hiszen hát a 2023. januárjában vagyunk, de ez nálunk tulajdonképpen a színházban az évad közepe, és a következő felnőtt bemutatónk Svajda Györgynek a Szent családja lesz, Törsök Mártával a főszerepben, és természetesen még az idei évben szeretnénk megcsinálni Bobori Zoltánnak a Basa utca 1 című novellájából az előadást, ami szintén egy érdekes emlékezett színházi előadásnak ígérkezik, de az igézőben meg számtalan olyan program lesz még, ami a jubileumi évhez kötődik. Ugyanakkor érdeklődéssel olvastam egy felhívást, hogy a 10 évvel ezelőtti fotókon szereplők felismerhetik önmagukat. Igen, igen, ezt egy játéknak szánjuk, hiszen van úgy, hogy egy fotón mondjuk egy 6 vagy egy 8 éves gyerek szerepel, aki most már 18 éves, vagy akár ha 12 éves, akkor már az is előfordulhat, hogy van kisgyereke, hiszen ezzel találkozunk számtalanszor, hogy valaki bejön, és akkor megkérdezi, hogy megismerjük-e. Hát általában a Mikit szokták megkérdezni, ugye nagyon népszerű volt a kisgyerekek körében a Hangya kapitány szerep, és hát ez egy bevonó jellegű előadás volt, és akkor hát ugye a Miki nagy szemeket merezget, hát most valakit ismerjél meg, aki gyerekként részt vett egy előadáson, most meg hozza a gyermekét. Szóval ezek olyan tényleg szívmelengető pillanatok, amikor elmondják, vagy nagyon sokan odajöttek a koronázási ünnepi játékokon, hogy játszottak nálunk utánpótlás csoportban, megismerjük-e őket, de közben kimaradtak, mással kezdtek el foglalkozni, és akkor ezek mindig olyan vicces helyzetek, hogy igen, igen, amikor már mondják, hogy milyen szerepeket játszottak, akkor már beugrik persze, úgy is, hogyha valaki már a kisgyerekével jön.
200 éves születésnapját köszönti a Székesfehérvári Református Egyházközség. Az első ünnepi eseményen hálaadó Isten tisztelet keretében köszöntötték a jubileumot a Széchenyi úti templomban. A Széchenyi úti református templomban vasárnap ünnepi hálaadó nyitó istentisztelettel megkezdődött a Székesfehérvári Református Egyházközség jubileumi éve. Az 1824-ben alakult első fehérvári református gyülekezet megalakulásának 200. évfordulója tiszteletére az élőige évében a teljes esztendőt felölelő programsorozatot szerveznek, amelyben többek között koncertek, történeti kiállítás, előadás sorozatok is szerepelnek. Az ünnepen Imre Bálint mezőföldi esperes ige hirdetésében megerősítette, az egyházközség két évszázada méltó a hithez, amely mindennapjaikat átszövi. Ez egy hatalmas nagy kegyelem az Úristentől minden egyes gyülekezet életében, hogy 200 évet tudhatnak a hátuk mögött. Ez különösen is izgalmas most a mezőföldi egyházmegye életére, meg reformátusságunkra nézve, hiszen 2024 az élő ige éve a református egyházban, és hát ennek egyik sarkalatos erősítője az, hogy 200 éve megtartotta az Úristen ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget itt Székesfehérváron. Berze János lelkipásztor visszatekintésében elmondta a Széchenyi úti közösség kiemelt szerepét abban, hogy két évszázada a hittel élők megteremtették a lehetőségét annak, hogy egy virágzó egyházközség alakuljon ki Székesfehérváron. Ez egy ünnep, ez a Székesfehér reformátusságnak az ünnepe. Hogyha ünnepeltet keresünk, akkor nyilvánvaló ezen ez a Széchenyi utcai anyaegyházközség, hiszen innen indult minden 1824-ben. Innen szerveződött a Maroshegyi imaház közössége, és aztán majd később a Budai úti egyházközség alapjai is, mint prédikáló állomás, a Széchenyi utcai anyaegyházközség alapította azt is. Fontos, hogy egy ilyen ünnepen miként lehet visszatekinteni? Hát hálaadással, tehát mi magunk is döbbenetesnek tartjuk, hogy eltelt 200 év. Nyilván a kereszténység történelmi távlatából ez nem tűnik olyan soknak, de nekünk reformátusoknak ez hatalmas dolog. A mai kontextust nézve az is hálaadás, hogy az ökumenében, szeretetben vagyunk együtt a városban, a Római Katolikus Egyháza és a testvéregyházakkal. Nincsen versengés, vagy villongás, vagy ellenségeskedés, hanem Isten országát, úgy, ahogy Jézus tanította, együtt szeretetben próbáljuk itt megvalósítani. Ennek vagyunk mi is része, reformátusok. Az istentiszteleten Brunner Vilmos református lelkipásztor ünnepi gondolataiban megerősítette, a hitközség jubileumán egész évben gondolnak a székesfehérvári hívőkre. 200 évvel ezelőtt alakult itt a református egyházközség Székesfehérváron, és ez a mai ünnepség is, és egész évben több rendezvényt is szervezünk. Ennek a jegyében telik, hogy Istennek adunk hálát, hogy itt a gyülekezet, református gyülekezet megindulhatott, szolgálhat, élhet, megerősödhetett testben és lélekben. Az év többi napjára szervezett programjainkkal pedig ezt az örömöt, ezt a hálát szeretnénk megosztani a várossal is. Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével Cserpalkovics András polgármester is, aki köszöntőjében a gyülekezetté formálódott közösség veretes múltját, a mindennapokhoz szervesen kapcsolódó jelenét és azt a jövőképet emelte ki, ami jelentősen meghatározza a városunk mindennapjait. 200 évről van szó. Olyan esztendőkről, ahol egy közösség folyamatosan növekedett, fejlődött és tett hozzá a saját értékein keresztül a város fejlődéséhez is. Tudjuk, hogy reformátusok jóval régebb óta élnek Székesfehérváron, de azt is tudjuk, hogy bonyolult történelmi korszakok voltak, majd azt is, hogy ez a közösség először nem is Fehérváron alakult meg, hanem Fehérvár környéki gyülekezetekhez kapcsolódott a közösség itt Székesfehérváron belül. Viszont most aznak a 200 éves jubileumát ünnepeljük, hogy a helyi közösség gyülekezetté formálódott, és kezdte el így a munkáját. Tudjuk, hogy ez a két évszázad, ha csak a történelmi korszakokra gondolunk, is nagyon sok mindent tartogatott. És azt is tudjuk, hogy az, hogy megmaradhattunk, hogy magyarul beszélhetünk, hogy a kultúránkat továbbra is keresztény kultúraként őrizhetjük, az nagy
nagyban köszönhető az egyházi közösségeknek, azon belül pedig itt Székesfehérváron a reformátusoknak is. Egy szép ünnepi esztendő kezdődött el, nagyon örültünk annak, amikor megkeresett bennünket a református közösség, hogy segítsük, támogassuk ennek az emlékévnek a elindítását, és azt is, hogy minél tartalmasabb legyen, és azt hiszem, hogy nagyon tartalmas is lesz. Akár a hitéleti, akár a kulturális programok is sokat mondanak a 200 évről, de legalább ennyire fontos, hogy üzenik azt is, hogy ez továbbra is egy élő közösség. Nem csak múltja van, nem csak gazdag jelene, hanem jövője is itt Székesfehérváron. Bódás János! Imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lányaival, Isten ilyen jó van te nálad. Tégy vele most nagy, szép csodát. Erőd el a szíveken, zúgj át, és szennyöztesti minden zugát, szennyöztesti országot, népet, az egész föld kerekséget. Az ünnepség sorozat keretében ebben a hónapban még két alkalommal, január 14-én és 27-én rendeznek koncertet. Jövő héten vasárnap a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium fólistái, tanárok és tanítványok együtt lépnek fel 16 órától a Budai úti templomban. A hónap utolsó szombatján szintén ezen a helyszínen ad hangversenyt az Orfeó zenekar és a Pörszel kórus. A 19 órakor kezdődő eseményen Bach hámol miséje hangzik fel Markus Krietz vezényletével. Kétszáz éves a református egyházközség, ahogy az imént már elmondtam, és az ünnepen folytatódott természetesen a programsorozat, és a Budai úti templomban a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium fuvola tanszakos diákjai adtak koncertet. A Budai úti református templomban folytatódott a Székesfehérvári Református Egyházközség megalapításának 200. évfordulójára meghirdetett ünnepi programsorozat. Vasárnap este Berze János lelkész köszöntő szavait követően a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium fuvola tanszakos növendékei léptek fel, tanáraik Hajas Szilárd és Vasvári Tamás kíséretében. Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a Budai úti zenés esték több mint 110. alkalommal kerül megrendezésre. Most a jubileumi ünnepség sorozatunk keretében lesz ez a koncert. Ez lesz az első zenei alkalma ennek az ünnepség sorozatnak. És hát majd hallani fogunk róla, hogy a templomokban a zene az már a kezdetektől fogva nem csak az orgona kísérletet jelentette, hanem többféle hangszer és formáció is megjelent, de úgy, ahogy a zene önmagában sem öncél, a szép zene, úgy a templomi zene még inkább, a templomi zenére még inkább mondhatjuk, hogy nem öncélű, hanem Isten dicséretéről szól. Úgyhogy ma este is Isten dicséretére jövünk össze, bár nem csak egyházi darabok lesznek benne, hanem barokk zene, vagy egy szép opera betét is elhangzik ma este, de mind-mind Isten dicséretét szolgálja, és azt, hogy hálát adjunk a reformátusság 200 éves jubileumának itt Székesfehérváron. Tartunk még egy rövid kérdés. Mi hívta életre, hogy zenei estéket is rendezzenek? Hát ennek a kezdetektől fogva hagyománya van. Nyilván a helyi gyülekezet adottsága, hogy vidéki, városi gyülekezet, illetve a gyülekezeti közösség összetétel ezt nagyban meghatározta. Hát itt a Budai úton nekünk ez mindig adott volt, hiszen ha belép valaki ebben a templomba először, akkor egyből azt láthatja, hogy hát itt elfér egy egész szimfonikus zenekar, meg egy kórus, és csodálatos akusztikája van, hogy igazán alkalmas az Isten dicséretre zenés, énekes módon is. Hajas Szilárd, a fiatalok felkészítő tanára úgy fogalmazott, megerősítést jelent számára, hogy az iskola tehetséges növendékei egy tradicionális alkalommal mutatkozhatnak be a fuvola muzsika barátainak.
Nagyon sok munkánk van benne, szeptember óta készülünk erre a hangversenyre, és mindig nagy öröm, amikor tanítványaimmal játszhatok, léphetek fel egy színpadon, hiszen hát ez részemről egy példamutatás, hogy nem csak a tanteremben megmondom az igazságot, hanem tulajdonképpen be is mutatom azt, hogy hogyan kell szerepelni. És hát azt hiszem, hogy ezt ők mindig nagyon szívesen fogadják. Tükrében kérdezem, hogy mennyire elkötelezettek a mai fiatalok, a hermanosok az iránt, hogy egyre magasabb szintre lépjenek? Elsősorban a tanszakomról tudok nyilatkozni, leginkább a fuvola tanszakon maximálisan mindenki oda teszi magát, és nagyon összetartó csapat a tanszakunk, de azt hiszem, hogy iskolai szinten is igazán összetartó társaság a hermanos. Erre a jeles évfordulóra mivel készültek? A zenetörténeti korszakok egészét felöleli a mai koncertünk, hiszen egészen a barokk kortól napjaink muzsikájáig minden megtalálható lesz a mai hangversenyünkön. A jövő fuvolistái, Baranya Zsófia és társai bizonyították kiemelkedő tehetségüket, muzsikájukkal kiválóan tolmácsolták a klasszikus fuvola irodalom remek műveit, az elmúlt évszázadok meghatározó szerzőinek a hangszerre írt dallamait. Egészen a szeptembertől kezdve gyakoroltuk ezeket a darabokat, és ez nagyon jó lehetőség most nekünk, hogy a fél évi vizsga előtt el tudjuk játszani ezeket, és nagyon hálásak vagyunk érte. A fuvola egy különleges hangszer, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az életében. Ez mennyire jelent megerősítést egy fiatalnak, hogy egy ilyen ünnepen játszhat, illetve ez mennyit tesz hozzá a hétköznapokhoz? Azt hiszem, hogy a lelkünket mindenképpen emeli, és az, hogy ki tudjuk fejezni magunkat egy ilyen környezetben is, ez még különösen hozzánk tesz. A programsorozat a hónap utolsó szombatján, január 27-én folytatódik. A Budai út vendége lesz az Orfeo zenekara és a Purcell kórus. A 19 órakor kezdődő hangversenyen Bach hámol miséje hangzik el, Marcus Creed vezényletével. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!